Miután együtt dolgozunk a zeneiskolában, ez azzal indult gyakorlatilag, hogy közös növendékekkel, közös tanítványokkal dolgoztunk együtt, és voltak olyan művek, amik nekünk is megtetszettek. Hozzá is kerestünk még más zeneműveket, és aztán kialakítottunk egy közös repertoárt. Mennyire van erre a muzsikára igény, illetve hol tudtok ezzel fellépni? Hát végül is az igény az nem túl sok. Időnként meghívnak bennünket, és akkor esetleg kiállításon játszunk, vagy vannak ilyen reneszánsz vacsorák. Azokon szoktunk játszani a Józsival, és hát meg most ide meghívtak bennünket ide a Zugba. Meg hozzá kell tenni, hogy a város, illetve hát a zeneiskola kapcsolatai külfölddel, a testvérvárosi kapcsolatokra gondolok, a közösen tartott hangversenyeken, a bitinkeimieket lehet említeni, vagy a franciákat, ott is fölléptünk és muzsikáltunk együtt. Mind a ketten zenetanárok vagytok, melyiket szeretitek jobban, a pódiumon a fellépést, vagy a tanítást? Hát ez egy érdekes dolog. Én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a tanítás, én 25 éve csinálom ezt már, az ember valószínű, hogy belefásulna, ha csak azzal kellene foglalkozni, és azt hiszem, hogy ez a mi hatalmas nagy szerencsénk, hogy a zene az ezen ugye túl is tud mutatni, és az állandó gyakorlás, az állandó próbák, az állandó másfajta fellépések, azok mindig erőt adnak ahhoz is, hogy a gyerekeknek is tudjunk újat mutatni, tudjunk erőt adni, hogy érdemes azért tanulni a hangszert, mert hát van azért lehetőség fellépni és hát működni. Tulajdonképpen, hogy az ember az egyiket csinálja, csak akkor idő után úgy megunhatja, és hát olyan automatizmussá válik az egész. Én úgy gondolom, hogy én azért szívesebben játszanék, mint tanítanék, de hát tulajdonképpen az a zene, amit én úgy igazából szeretnék játszani, az nem, tehát abból nem igazából lehet pénzt keresni, tehát az nem rentábilis, hogy úgy mondjam. És hát tehát végső soron azért én azt hiszem, hogy én jobban szeretek muzsikálni, mint tanítani. Thank you.
fontos egy zenetanárnak, hogy többféle zenei stílusban legyen otthon? Azt hiszem, hogy fontos. Fontos, mivel mint ez is minden egy fejlődési folyamaton ment át a zene is, és nehéz lenne leragadni egy bizonyos korstílusnál, vagy egy bizonyos stílusú zene előadásánál. Én szerintem ebben a században annyi fantasztikusan jó zenemű született, és lehet ezt vissza is fordítani, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki csak a barokk zenébe otthonos, vagy a klasszikus zenébe. Most azt hiszem, erre gondoltál, hogy a klasszikus és a többi úgynevezett műfaj. Mindig azt szokták mondani, hogy zene az egy van, ami jó. Hát ez én csak ezt tudom mondani, hogy biztos, hogy egyfajta zene van, ami jó zene. Én nem hiszek abba, ezt neki, hogy mondjam, amikor föltöltenek egy zongrát vízzel, és kiengedik belőle, és akkor abban még esetleg kalapáccsal ütögetik. Szóval ez valami, biztos egy happening, de az, hogy jó zene, az egy fogalom, az egy kategória, abba kéne otthon lenni mindenkinek. Azt hiszem, hogy a mi oktatási rendszerünkben a zeneművészeti főiskolákon klasszikus zenét tanult tanárok valahogy leragadnak a kottához, a megírt anyaghoz, és azt nagyon jól, konkrétan, nagyon szépen, de hogy valamit rögtönözni kelljen, vagy azt mondják, hogy te csinálj valamit most, mert itt 5 percünk van, és nincs konkrét zenei anyag, valamit játszatok, akkor megőrülnek, és akkor az problémát jelent. Ezt akik játszottak másfajta, tehát jazzt, könnyű zenét, valamit, nekik ez nem okoz problémát. Én is azt hiszem, hogy az embernek azért nyitva kell lennie mindenféle irányzatokra, és az egy nagyon jó dolog, hogyha az ember különböző műfajokat is tud játszani. Nem tudom egész biztosan azt, hogy időnként nem hátrány ez. Értelemben olyanba, hogy például, ha mondjuk valaki igazán jó akarna barokk zenét játszani, a barokk zene irodalma meg a többi is akkora, hogy tulajdonképpen egy egész élet lassan kevés arra, hogy mondjuk ezt az ember úgy igazán rendesen megcsinálja. Tehát nem vagyok egészen biztos abban, hogy ha valaki maximálisan törekszik egy bizonyos fajta stílusra, hogy nem-e megy a másik stílus kárára. Tehát, hogyha stilisztikai dolgokról beszélünk. Amit a Józsi mond, az teljesen így igaz, hogy az ember annál sokrétűbb, minél több dologhoz ért. De hogyha belegondolunk abba, akkor ennek az a hátulütője, mennél többhöz értek,
tehát mennél több műfajjal foglalkozok, egyre annál kevesebb időm jut ezen belül. És mondjuk zenét akarok hallgatni, akkor egy jó kis jazz rockot hallgatok. Aztán ezután jön minden. Mégpedig? Hát, soroljam a sorrendiséget. Hát, tehát akkor az első a jazz rock, a második is a jazz rock, és aztán, hogyha utána akkor gitárzene minden mennyiségben, ezen belül nagyon szeretem a kortársakat, már ami jó, meg ami meghallgatható, és a spanyol szerzőknek a dolgait, és szeretem még a nagyzenekari hangzást, tehát nagyzenekart azt mondjuk klasszikus zenébe, a nagyzenekari hangzást. Mondjuk ilyen sorrendet tudnék. És te? Hát én sorrend nélkül is mondhatnám, mert szinte ugyanez a dolog. Nyilván a hangszer az különbözik, ám bár nagyon szeretem a gitárt. Én a gitárban inkább a mai gitárosok, tehát a kemény beat zene nagymestereit, de hát egy Mendelssohn szimfónia, vagy egy Schubert, az ugyanúgy elmegy. Én egy kicsit, hogy mondjam, kéjenc vagyok a zeneirodalomban, mert szeretem a virtuóz dolgokat, Paganini, Liszt, tehát ezeket a műveket, ami megfog és hatásos, az rám is hatással van, és valahogy önkéntelenül tényleg az emberre mély benyomást tesz. Elképesztő, ordinári zenéknek mondott zajok léteznek a rádiókban, televíziókban, és hogy ezt képesek 24 órán adni, hát ez döbbenetes. Szóval nem tudok mondani, mert nem tudom a neveket, hogy kik ezek, akik vonaglanak, ugrálnak, szóval nem tudom. Hát az, amikor csak egy elektromos zörej van, amit egy számítógép összekever, és abból valami kisül, hát nem tudom, szóval azt nem szeretem. És miért van ez, hogy ez nagyon sok embernek tetszik? Azt én nem tudom, talán. Hát én ezt mondanék egy érdekes dolgot. Például, hogyha mondjuk 4 vagy 5 évvel ezelőtt, nem tudom, mikor alakult a Danubius rádió, hogyha az autóba ült az ember és éjjel utazott, nagyon jó zenéket lehetett hallani. Hogyha ma bekapcsolom éjjel a Danubius rádiót, vagy akár napközben, teljesen hülye dolgok jönnek. 2 percenként megszakítják bizonyos hirdetésekkel
a műsort, és teljesen egyforma stílusú ezek az újfajta irányzatok, amik zenének nevezni igazából nem lehet, mert annyira kevés hang van benne, hogy inkább csak zörejnek hatnak ezek a dolgok. A zene úgy működik, hogy aki hallgatja, az azt a zenét hallgatja meg, amit tulajdonképpen az ő zenei értelme, tehát a zenei színvonala, értelmi színvonala szerint föl tud fogni. Hová halad a zene? Hogyha megnézzük azt, hogy például a 70-es években volt a Jimi Hendrix, az Eric Clapton, meg a Jimmy Page, tehát tulajdonképpen igazán jó gitárzenéket lehetett hallani, jó popzenét, hogy azóta óriásit fejlődött vissza ez a műfaj. De akkor át, hogy most teljesen a béka feneke alatt van kilométerekre, tehát, hogy ez még lejjebb mehet-e, erre volnék kíváncsi. Na most... hogy mikor fordul ez a dolog meg, és mikor jön megint egy olyan, hogy a jó zenék fognak dominálni, én pesszimista vagyok ebben a kérdésben. És nem csak az a helyzet, hogy nagyon sok rossz van, és kevés a jó, és ugyanez volt régen is? Hát régen tulajdonképpen nagyon sok jó volt. Hát most gondoljál bele, te ismerted azokat a zenekarokat, soroljam, Trax, Kings, Animals, Beatles, Rolling Stones, csupa olyan volt, ami hogyha mai füllel meghallgatom... Ma is eladható, ma is vesz, keres, csak ezt normális keres. Zenéket csináltak. Tehát, hogyha... Mert akkor én úgy játszottam ezeket a nótákat, hogy igazából nem értettem még a zenéhez. De hát most, mint képzett zenész, hogyha meghallgatok egy akár egy Beatles nótát, vagy egy Rollingot, vagy akármelyiket, hallom, hogy milyen rendesen megvannak ott csinálva a dolgok, és tetszik, mert értettek hozzá. Tehát azt mondanám, hogy azért, tehát régen sok, nagyon sok jó zene volt, rengeteg jó zene volt. A mai, ebbe a megalomániás világba, ugye, amikor 10 000 ember ott együtt van, igazából nem számít a zene, ezt sajnos be kell vallanunk, hanem az együttlét számít. Egyelőre nem talált jobb együttlétet ki a fiatalság, meg hát az emberiség.